Ma egy fél órája hallgatok, és még mindig nem tudom, miről van szó. Kérlek szépen, hát hányszor mondjam? Tegnap délután itt volt a fecske, és be volt töpve a keze. No, eddig értem. A fecskének fel volt töpve a karja. Tehát az én feleségem megcsalt. Én megyek. Ha te egy felkötött karbon erre következtet, akkor nincs miről beszélünk. Kérlek, ne menj, hát aztán mondod, olyan ideges vagyok, aki nem tudom beszélni. Hát értsd már meg, a fecskének fel van köpve a karja. Jó. Agyonítom aztnak az embert. Ezzel az erővel bemehetnél a klinikába, és agyonítették az egész sebészeti osztályt. Ne idegesíts, Szabó, ne idegesíts! Kutyaharapás miatt van felkötve a keze. Na én! Mit na én? Na, hallgass ide! Ismered a Luxot? Az építés? Nem az építés! Az ebben! Lux a mi kutyát, ismered? Hát, csak úgy látásból. Mi az, hogy látásból? Jaj, még nem beszéltél vele! Még nem. Tudálom. Na tudd meg kérlek, ez a Lux egy nagyon értelmes állat. Ez egy értékes kutya? Miért az, hogy értékes? A feleségemmel ígértek 50 000 pengő hozományt. Helyette kaptam a kutyát. Szóval te kutyát kaptál hozományjal? Hát, figyelj, még régen történt, nem akarok erről hosszasan beszélni. Én bátorságunk idén, hát úgy éreztem, meg kell csókoljam a feleséget. Na már, hogy csókol egy ember? Mikor meg akarom ölelni, a Lux nekem ugrik minden tipis, és megharapja a kezemet. Aha, Lux a kutya. Na már, mert az építész. És azonta is mindig neked ugrik? Ugyan, kérlek. Ja, szóval már leszokott az ugrásról. Frász marikát, én fogtam le az ölelésről. Na ide figyelj. Ha a fecske megölelte a feleségedet, és a kutya megharapta a kezét. Pontosan! Bevallották a piszkot? Dehogy vallották! Azt hazudták, hogy a fecskének idegen kutya harapta meg. Na ide figyelj! Nekem van egy biztos tippem, amiből megtudod az igazságot. Na, gyorsan, amíg a felekége nincs ide haza. Hol van most a kutya? A konyhában. Na, én a kutyát magammal viszem. Ha a feleséget kérdezi, hol van, mondd neki azt, hogy szegényke megveszed, és elvitték a mentőt. Na de, hol lehet be a vicc? Ha valóban a fecske megölelte a feleségedet, és a kutya megharapta a kezét, akkor ezek be lesznek szarva, illetve kétségbe lesznek esve. Na, várj egy pillanat! Na, nem értem. Jaj! Zseniális! Szabó, zseniális! Gyorsan! Ott a pórád! Heri! De vigyázz! Nagyon vigyázz! A hátsó lépcső meg, nehogy találkozz a feleségembe! Vigyázzok! Na, hát adok én nektek! Csókolózás! Van, de... Veszem szépen! Szervusz, fiam! Szervusz! A fecske nem volt még? A fecske? Azt hiszed, hogy nincs az embernek már dolga, mint a fecske? Na, hát mi vagyok már megint? Mit védtek neked a fecske? Talán azt a csészet elcsajnálom tőle, amit itt néha megiszik. Néha? Minden nap megissza azt a csészeteját. Dehogy minden nap. Dehogy minden nap? A tegnap nem volt itt? De kávét írt. Azt hiszed, hogy érdekel is engem a fecske. Van nálunk, fiam, baj? Más is. Na, mi baj van, fiacskám? Talán beteg vagy. Én? Hát? Hát, a Lux. A Lux? Béla, a Lux? Az Istenért beszél már, mi van vele? Hát a dolog az úgy kezdődött, hogy... Elkezdek nyugtalankodni. Ide-oda hoppangál. Elkezdek ugatni. Nekem akart jönni? Hozott a szája!
Szóval, ki kellett hívjam a kutyamentőket. És? Megállapították, hogy a Lux megveszett. Jó. Mindegy ám? Mindegy őrű? Jaj, Istenem! Drága kicsi Luxika! Hát mi lesz most vele? Hát mi lenne? Egy bolyó a fejből az kész. Te lelketlen gazember! És ezt te csak így mondod, hogy egy golyó a fejébe! Abba a gyönyörű okos fejébe! Jó! Hát akkor a hasába, hát nem minden! Pontosabb az fiacskám, hogy emlékezz vissza! Próbálj meg visszaemlékezni, hogy az utóbbi 5 napban nem haragott meg valakit? Mert ha nem hagyj Isten, az utóbbi 5 napban megharapott volna valakit, amitől a jó Isten mentse meg a családunkat, az illető az elkövetkező 5 napban úgy megvész, hogy te még olyan nem láttam. Jaj Istenem! Miért? Talán megharapott valaki? Hát nehogy is, nem! Hát akkor nincs semmi baj. Hát persze, hogy nincs. Semmi baj. És mondd, édesem, az az illető biztos, hogy megnéz. Jaj, mind a shit! Úgy megnéz, hogy csak na. Jaj, és mivel kezdődik ez a betegség? Hát, először is víz iszol. Víz iszol? Uh-huh. Nem akar inni. Nem akar inni. Vizet. Az Isten nem sem akar vizet. És nyugtanom. Folyton enne mindent, ami előtte van, amihez hozzányúl, annak vége. Jaj, Istenem, segíts! Tessék! Szervusz, barátom! Szervusz, szervusz, barátom! Csókolom a drága kis kezét, édes Emuska! Hát nem is nyújtja nekem a kis kezét! Nem haragudjon, kedves fecske, de úgy megfájult ez a jobb kezem. Minden esetre érdekes alakzatot töltött. Te drága nagyságos asszonyom, a természet az ilyen gyönyörű nagyságos asszonyokat minimum 2 kézzel látotta meg. Szabad a másik kezét, hogy fordolhatok rá a helyén. Nagyon köszönöm, kedves fecske, de igazán ne fáradjon. Különben is az a kézfogás olyan egészségtelen intézmény. És így elhatároztam, hogy nem adom oda a kezem senki. Hát, mikor én megkértem a kezét, még nem voltam ilyen ügyvédelésre. Rába Béla, megengeded akkor, hogy vele kezed fogja? Hogyne. Na, üljön le! Köszönöm. Ja, nem ide! Oda a dura mellé a másik oldalra. Ha persze, engem megharapod. Na, üljön, barátom, üljön! Ide. Igen, mesélj, hát hol voltál? Merre jártál? Mit csináltál? Hát, én voltam, kérlek szépen az ügyető. Igen. És nagy tétekben játszol, nem? Hát nem. Én soha. Egész egy kis tétecskében, 4-5 pengőben. Hát nem hagyom, hogy erős ipisták elnyerjék a pénzemet. Én tulajdonképpen a jó levegőjét járok oda, mert meg izgulok. Meg aztán kiabálom a dulkolót. Tudod, a régi már egészen berekedtem. Parancsolj egy pohár vizet. Vizet? Igen. Hát nem. Hát köszönöm, nem. Becske! Igyon egy pohár vizet! Drága Jóska, lehetek őszinte? Gyűlölöm a vizet! Víz iszol! Bocsásson meg a szemtelenségét, de az a helyzet, hogy inkább éhes vagyok. Uramisten, nagy baj van! Hát megmondom őszintén, hogy nekem eddig sem volt rossz étvágyom, de az utóbbi 4-5 napban úgy halok itt a farkas. Mindent megeszek, ami csak elém kerül, és nem tudok eleget enni ahhoz, hogy jól lakjak. És mondja kérem, nyugtalan, ideges? Igen kérem, ameddig nem kapok enni, addig nagyon nyugtalan vagyok. Jaj, szegényke, meg van veszve. Édes Béla, egy 100 cigarettát, ha kaphatnék. Hogyne, nagyon szívesen, rögtön jövök. Köszönöm, drága Béla. Emma. Jaj, ne, hagyjon nekem végig! Miért akart vele vizet itt adni te a helyet? Csókolj meg, Emma, csókolj meg, csókolj! Most nem, Pecske, most ne! Mi az, hát mi történt, mi a baj? Pecske, nagyon kérem! Mire? Menjen a pasztőrbe! Minek menjek én a pasztőrbe? A Lux megveszett! Hát menjen ő a pasztőrbe, hát én megyek a kutya helyre! Maga szerencsétlen, magát megharapta! Ajajajaj,
puska, de ez ragályos, ragadós, ez a betegség. Akit egy beszett kutya megharap, az 5 nap múlva megvész. Ajajajaj, hétről, kedszerbe, csütörtök. Hát a rossz sem megyek meg a holnap ilyenkor, én már négy mezet leszek. Hát legalább reggel tudtam volna. És akkor mi lett volna, ha reggel tudja? Hát akkor nem írom alá egy 500 fekvős látom. A fene egye meg ezt a dögöt. De most a drága, mondja már, hogy veszélyes ez a betegség. Új, de még mennyire, hogy veszélyes. Azt mondja, hogy hát először is habzik a szája. Jaj, bocsánat, hogy beszélgés közben mindig. De ott habozni fog a szám? Ott tegye meg a benned, azt még túléled. Aztán meg nem bír ránézni a vízre. De azt is túléled. És bele lehet halni. Félek, hogy ezt már nem fogom túlélni. A fene tegye meg ezt a dövöt, hát miért rakod meg ez engem? Hát úristen, meg vagyok beszél. Nagyon kérem. Menjen maga a pasztőrbe! Jó, javajának menjen én a pasztőrbe! Hát legalább kap egy injekciót! Áááá, arra két-három nap, amíg szúrassam is magam, egyen meg ezt a dögöt! Na, két napra! Bartok! Fiacskám, hozz a fecskének egy kis harapnivaló! Köszönöm, nem! Azt hiszem, hogy én már nem harapok! Ne? Érdekes! Az előtt még éhes voltál. Köszönöm, már elment az étvágyom. Igen? Hát az embernek a sír szélén elmegy áll az étvágyom. Mit akarsz ezzel mondani? Hát azt hiszed, fiacskám, nem tudom, hogy miért harapta meg a Lux? Mert megcsókoltad a feleségemet. Nem igaz, nem igaz. Nem igaz? Fecske! Itt áll egy ember a sír szélén. Dehogy állok, hát én itt ülök a sír szélén, hát nézd meg neked a gödörbe. Fecske! Hazudok? Nem most a drágy. Megadjázzuk. Nekem már mondjuk meg az igazat, nekem már úgyis minden meg vagyok veszve. Úgy! Megyek telefonálni. Hívom az ügyvédemet. Maga nyomorult. Hagyjon engem békén, hát nekem már úgyis minden, hát nézd meg vagyok veszve. Igazi lova, még a sír széle is sem ad ki egy nőt. Édesem, egy igazi lova az nem. De hát én csak egy nyomorult kis harisnyelűnök vagyok. Szervusz, drágám! Szervusz! Jó estét! Jó estét! Gyere, foglalj helyet! Ó, nem, köszönöm szépen, csak egy pillanatra ugrottam fel. Éppen csak visszahoztam út. Luxus? A mentőtől? Miféle mentőtől? Az urad elküldte az uramtól, hogy vigyázzunk rá, de sajnos el kell mennünk. Úgyhogy nincs ki vigyázzon rá, úgyhogy nem tudja, hogy haza kellett hozzá. Luxusam, drága kis kutya! Köszönöm! Nagyon köszönöm! Ja, szervusz, drágám, én megyek is akkor. Szervusz! Köszönöm a hozzásra! Köszönöm! Te nyomorult gazember! Hát ilyen aljas trükköt találtál ki! Hiszen a Luxinak, hál' Isten, nincs semmi baj! Igazán? Édesem, akkor én most nem vagyok megveszve! Nem! Hát ezzel a ügyvédemmel útjaim elválnak. Sőt, mi több? Mi is fiam? Várjon csak, fecske! Jöjjön csak vissza! Igen. Maga most mindjárt el fog venni feleségül? Hát, azt nem hiszem, nagyságos azt mondjam, mert én már nem vagyok megbeszélve.